Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én már készítettem néhány felvételt, a channelinget a Bibliából, vagy ahogy én nevezem az égi üzeneteket a Bibliából. Hogyan jutottam el ehhez a forráshoz, ezt elmondanám újra. Az anyukám 2002-ben halt meg, akkor nagyon szomorú voltam. Az égiek, a Jóisten, a Biblia adott erőt számomra. Az, hogy egy inga hogy működik, annak idején nem is tudtam erről, de olyan hirtelen jött egy ötlet, és fogtam a nyakláncomat, amit itt mutatok, és kinyitottam a Bibliát. Észrevettem, hogy a nyaklánc kimozdul, tényleg úgy, mint egy inga bizonyos szavaknál. És egy időben voltak gondolatok, nem a saját gondolataim, hanem ez úgy kívülről jött. És így a szavak által, a mondatok által és a gondolatok által kialakult egy beszélgetés, így mondanám, beszélgetés ebből a forrásból. Én ezeket a felvételeket továbbra is csinálom, de tegnap úgy eszembe jutott, mi lenne, ha rátérnék a szerelmi dolgokra. Természetesen a Bibliában nincsenek olyan szövegek, ami úgy hasznos lenne számunkra a jelenlegi időszakban, amit üzenhetek így a szerelmi élet területére, és úgy gondoltam, hogy ha ez a Bibliából így van, és megvan ez a kommunikáció, akkor más könyvet is a kezembe vehetek. És ezúttal itt ez a könyv jelent egy új forrást, és itt a szerelmi dolgokról van szó. Thousand and eine Nacht. Magyarul ez az 1001 éjszaka meséit jelenti. Ez egy olyan általános üzenet. Viszont biztos vagyok abban, hogy ha ide találtál hozzám, akkor neked is szól, hiszen nincsenek véletlenek. Ennek van egy oka. És most kinyitom ezt a mesekönyvet, és megnézzük, hogy mi az üzenet, hogy mi jön. Nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni, tehát én is nagyon kíváncsi vagyok a jelenlegi üzenetre. A könyv német nyelvű, tehát én ezt lefordítom majd magyarra. Irányítsd saját magad, az életedet, az élet utadon. Vannak hamis emberek, de kerüld el őket. Az életed az egy történet, és te írod meg ezt a történetet. Ha szerencsétlenség ér, akkor figyelj oda ezekre a dolgokra, és tedd fel a kérdést, miért volt ez így?
amit elérhetsz az élet utadon, és szerencsét hoz, az a szíved. Az, hogy itt a Földön élsz, és járod az élet utadat, ez egy ajándék számodra. A lelki társad, így fordítanám le a könyvből, az sokat gondol rád. Hamarosan üdvözölni fog téged. Te úgy gondolod, hogy ő eltitkol előled valamit. Van nála tényleg egy titok, de ez az anyagiakra utal. Ő hamarosan talál valamit, ami értékes számára. Ehhez én hozzáfűzném, ez lehet nyeremény vagy egy új munkahely. A szíved olyan, mint egy gyönyörű park, ahol rengeteg a virág, itt virágzik valami. A herceged jönni fog, de neki még valamit el kell intéznie. A herceg az kinyitja az ajtódat. Ehhez hozzáfűzném, hogy ez utalhat a nyitottságára, vagy szeretne téged meglátogatni. A hercegnek vannak barátai, és követi őket a lovon, hogy a mai napon, illetve jelenleg a ló szerintem autót jelent. Tehát, hogy találkozik a barátaival, itt autóról van szó. Légy bölcs, és viseld te a koronát. Ő
jönni fog, megbántott valamit, illetve ő megbántott téged, és bocsánatot fog kérni. Jelenleg még vár valamire, de útban van hozzád. És ez volt az üzenet ebből a mesekönyvből. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender!